köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Veszélyben Szekszárd fejlődése. A Fidesz frakció szerint az éjjel Szekszárd minden fejlesztést megtámad. Szétverte a barátja fejét. Kedden tárgyaltak először a brutális bátai gyilkosság ügyében. Táborok. A szervezők készülnek a tábornyitásra. Még mindig nem elég a csapadék, szélsőséges időjárás okoz gondot a mezőgazdaságban. A szekszárdi Fidesz frakció együttműködik az éjjel Szekszárd frakcióval és a polgármesterrel is. Az éjjel Szekszárd viszont folyamatosan támadja a polgármester és a korábbi közgyűlés által hozott döntéseket, ami veszélyezteti a város fejlődését. Ezt mondta a Fidesz frakció vezetője, Máté Péter annak kapcsán, hogy Bomba Gábor egy interjúban úgy fogalmazott, a polgármesterrel ellentétben a Fidesz képviselői partnerek a munkában. Bár egyetlen érdemi döntést hozó bizottságban sem kaptak helyet a Fidesz képviselői, és a meghatározó városi cégek felügyelőbizottságainak többségéből is kiszorultak, Máté Péter, a Fidesz szekszárdi frakció vezetője, mégis azt mondja, ők együttműködnek az ilyen Szekszárddal, mert ez a város érdeke, ahogyan együttműködnek a polgármesterrel is. Az ilyen Szekszárd frakció viszont a polgármester és a közgyűlés korábbi döntéseit szinte kivétel nélkül szeretné felülbírálni, ez pedig szerinte feszültséget szül és veszélybe sodorja a város fejlődését. Egyszerűen vétózni akarnak mindent, én ezt látom, és nekünk nem ez az érdekünk, előrefelé kellene menni, tehát például a uszodával már működhetne az uszoda, hogyha januárban vagy közelebben lenne, hogyha januárban megkötjük azt a szerződés módosítást, amit végül is a vészhelyzeti üzemmódban a polgármester megkötött, tehát ezek nem hiszem, hogy jók. Pedig az úszoda állami támogatásból a Modern Városok program részeként épül Szekszárdon, ezért ha a projekt nem valósulna meg, az eddig elköltött pénzt vissza kell fizetni. Veszélyben van az orvosi rendelőre nyert uniós támogatás is a Szabó-Dezső utcában, és áll a rekreációs központ építése is, aminek a látvány terveit idén mutatták be. Ezt a korábbi városvezetés az élményfürdő és a még épülő úszoda mellett tervezte kialakítani, és a támogatást is erre a helyszínre kapja a város az államtól. A fogadó épülete is készen van. Az ilyen Szekszárd frakció viszont az évek alatt lezárt, statikailag veszélyesé nyilvánított régi úszoda épületében alakítaná ki azt. Sorolja a frakcióvezető a fejlesztéseket, amik szerinte veszélybe kerültek. Az, hogy a rekreációs központ nem azon a helyen lesz, ahova a Modern Városok programban megvan a megállapodás és épülhetne, az nem biztos, hogy szerencsés dolog. A polgármester ezzel nem ért egyet, előző döntések voltak, itt van egy feszültség, de szinte mindenben van egy feszültség. Máté Péter szerint Szekszárd épüléséért előrefele kéne nézni. Ők ezt teszik, és ezért hajlandóak bárkivel együttműködni, aki a város javát akarja szolgálni. Kábítószer gyanús növényeket találtak egy bölcskei pince előtt helyi lakosok. Az esetről bejelentést tettek a rendőrségen. A nyomozók a helyszínre mentek, ahol egy 38 éves férfit találtak, aki éppen takarította a pincét. A rendőrök a helyszíni szemle során kábítószer termesztéséhez szükséges felszereléseket, nagy teljesítményű lámpákat, a szellőztető berendezés darabjait, növényi tápanyagokat, valamint kábítószer gyanús zöld növényi maradványokat találtak. A nyomozók a helyszínen elfogott 38 éves bölcskei lakost és a pince bérlőjét, egy 44 éves, szintén helyi férfit gyanúsítottként hallgattak ki, termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklás vétség megalapozott gyanúja miatt. A férfiak tagadták a bűncselekmény elkövetését. Az eset körülményeinek vizsgálatát a továbbiakban a paksi rendőrkapitányságon folytatják. Szétverte a saját barátja fejét egy 60 éves férfi Bátán. A tragikus eset még tavaly történt, de kedden tartottak előkészítő ülést a bíróságon az ügyben. Az ügyész hosszú évekre börtönbe küldené a brutális támadót, a férfi viszont most nem ismert be mindent. Rendőrségi pecsét a Bátai ház vaskapuján. Itt tölte meg a legjobb barátját egy 60 éves férfi. Évtizedek óta jóban voltak, míg nem tavaly egy nő miatt romlott meg a viszonyuk. A támadó átcsalta magához a barátját, majd rátámadt. Kézzel és egy ismeretlen tárggyal szétverte a fejét, majd az élettelen testét a pincébe vitte. Másnap oltott meszet vett a faluban, amivel leöntötte egykori barátját, így akarta felismerhetetlenné tenni. Az azóta börtönben levő férfi ügyében kedden tartott előkészítő ülést a bíróság. Stábunk csak néhány percet forgathatott a tárgyalóteremben a járványügyi helyzet miatt. Az ügyész hosszú évekre börtönbe küldeni a brutális gyilkosságot elkövető bátai férfit.
A vádiratban az ügyészség a vádlottat az emberölés büntettének alapesetével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását, illetve a közügyek gyakorlásától eltiltását szorgalmazza. A mostani előkészítő ülésen nem született ítélet, mert a férfi nem ismerte be részletekbe menően a gyilkosságot. Beismerte a bántalmazást, de a részletek tekintetében a vádtól eltérően nyilatkozott, és minden részletet nem ismert be. Így, mivel hogy nincs teljes beismerésben, a bíróság az előkészítő ülést berekeztette, és tárgyalásra tűzte ki az ügyet. Az ügy szeptemberben fog folytatódni. A saját barátja fejét szétverő férfi ügyében így legközelebb szeptemberben tart tárgyalást a bíróság. Meghirdette táborait a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. 6 tematikus táborral készülnek az intézmény dolgozói idén a táborozni vágyó gyerekeknek. Bátaszéken a sporttáborok megrendezésének ügyére került véglegesen pont. Az úszók és a karatésok is edzőtáborba vonulnak. Június 16-án dönt arról az országgyűlés, hogy visszavonja a veszélyhelyzetet. Amennyiben igen, úgy még nem nyithatnak ki automatikusan a kulturális intézmények, hiszen még érvényben van a 40/2020-as rendelet, mondta Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. Ennek ellenére optimistán néznek a jövőbe, és meghirdetik a táborokat. Szeretnénk meghirdetni a nyári táborainkat, a nagy sikerű nyári táborainkat is, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban óriási terhet rótt a szülőkre az a fajta helyzet, hogy az óvodákban és az iskolákban távoktatás volt, tehát minden gyermekre otthon vigyázott a szülő. Június 22-től Mesterségek Mestere kézműves tábor, június 29-től Hercegnő tábor, július 6-ától Grimaszka tábor a színjátszás jegyében, július 13-tól Varázsecset tábor, augusztus 3-tól Szuperhős tábor, augusztus 10-től pedig kézműves alkotótábor várja a 6 és 10 év közötti gyerekeket. A tematikus táborok részletes leírása megtalálható a Babits Mihály Kulturális Központ honlapján. Szeretik a családok ezt a táboros szolgáltatásunkat, és bízom abban, hogy jól fogják idén is érezni magukat, és még jobban bízom abban, hogy a veszélyhelyzetnek vége lesz, és akkor újra kinyithatnak a kulturális intézmények, és megrendezhetjük ezeket a nagy sikerű táborokat. Bár a bátaszéki úszoda még nincs teljesen kész, a sportolók már arra készülnek, hogy a vírusjárvány után újra együtt edzhetnek. Az évek óta sikeres táborokba az úszók és a karatésok is jelentkeztek, ennek megfelelően, bár csökkentett létszámmal, a gyerekek táborozni indulnak. Nagy Ákos vezetőedző azt mondja, nem elsősorban a felkészülést szolgálják az együttlétek. Igazából itt nem a felkészülésről szól most a fáma, hanem a csapat egyben tartásáról, hogy együtt legyenek, mozgassuk őket, ne hulljon szét a közösség, ne lustuljanak el, kicsit kilépjünk az online térből, egymás fizikai valójába tudjunk együtt dolgozni. A táborokban még várják azoknak a sportolóknak a jelentkezését, akik egyéb elfoglaltságuk miatt még nem jelentkeztek. Nagy Ákos azt mondja, a szülők még fenntartásokkal fogadták a lehetőségeket, így a megszokott létszám fele vesz részt a közös edzés héten. Gondot okoz a szélsőséges időjárás a mezőgazdaságban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának előrejelzése szerint mintegy 30%-kal kevesebb termésre számítanak az idén emiatt. A jégeső azonban nem okozott nagy veszteséget a kamara szerint, mivel az elhárító rendszer életbe lépett, így nem dió, hanem borsószem méretű jég hullott Tolna megyében. A csapadék azonban még mindig nem elég a növények fejlődéséhez, állítják a szakemberek. Záporok, zivatarok, felhőszakadás, füllet meleg jellemzi időjárásunkat napok óta, és a hét hátralevő részében sem lesz ebben nagyon változás. A mezőgazdaságnak azonban csendes, áztató esőre lenne szüksége a szakemberek szerint. A Románia felől érkező jégeső azonban nem okozott jelentős kárt Magyarországon, a kamara adatai szerint. Tolna megyét is elérte, itt is 20-30 mm-t meghaladó csapadékok is jelentkeztek villámárvízzel, jégesővel, viszont szerencsés helyzet, hogy ezen a napon, 7-én teljes nap vonatkozásában működtek a jégkár, vagy a jégeső generátorok, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működtet.
Ennek köszönhetően nem dió, hanem borsószem méretű jég hullott Tolna megyében. A csapadékra pedig nagy szükség volt, mondja vendég Edit. Ennek hatására minimálisan kezdtek feltöltődni a talajok, a korábbi aszály miatt ugyanis a mélyebb talajrétegekbe még mindig nem tudott leszivárogni ez a csapadék, és mivel sokszor nagy széllel érkezett az eső, nem nagyon tudták azt hasznosítani a növények. Vendég Edit úgy látja, 30-50 mm csapadék hiányzik. A növények növekedésén ez jól látszik, rosszul fejlődött a repce, megérezte az aszályt, ebből kevesebb termésre számítanak, ahogy búzából is. Napraforgó az most nagyon nagy fejlődésnek indult, ugyanúgy a kukorica. Napraforgó az ilyen 6-8 leveles állapotban van, kukorica 5-7 leveles állapotban, de ezek az esők hatására egészen biztos, hogy nagyon megugranak, és szépen foglak fejlődni. Az állományoknak a jövőjét azt majd a csapadékviszonyok, és hát tulajdonképpen a talajnak a víz megtartó képessége, és hát így az agrotechnológia, az előzetesen alkalmazott agrotechnológia határoz. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előrejelzése szerint mintegy 30%-kal kevesebb termésre számítanak az idén a szélsőséges időjárás miatt. Közel 23 ezer fürdővízét ellenőrizte az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tavaly Európában. A vizek 98%-a megfelelt az uniós jogszabályokban megállapított minőségi minimum követelményeknek. Magyarországon az ellenőrzött 257 fürdőhely 88%-ának a vízminősége teljesítette a minimum követelményeket. 71%-uk kiváló minősítést kapott. 10 fürdőhelyen viszont rossz lett a vízminőség eredménye. Tolna megyében azonban nincs gond. Az interaktív térképen jól látható, hogy a Szálkai tó vízének minősége kiváló, Faddomborié pedig jó volt. A koronavírus járvány visszaszorulásának eredményeként újra látogathatók lesznek az idős otthonokban élők, a találkozások azonban csak szigorú védelmi szabályok betartásával jöhetnek létre. A látogatási tilalom feloldására csütörtöktől lehet számítani. A Bartina Néptánc együttes tagjai szórakoztatták a szekszárdi idős otthonban élőket. A vírus járvány miatt 3 hónapig látogatási tilalom volt az intézményben, és a város vezetése ilyen módon próbált valamiféle kikapcsolódást nyújtani az időseknek, akikhez családtagjaik sem jöhettek látogatóba. A helyzet napokon belül megváltozik. Csütörtöktől szigorú szabályok közepette lehetségesé válik a családtagok és az idősek találkozása. Elsősorban időben korlátozunk a bejövetelt, ami a mi esetünkben azt jelenti, hogy hétfő, kedd és csütörtöki napokon délelőtt kapnak a látogatók 2 órát, illetve a délután folyamán is szintén 2 órát, 1 és 3 óra között. Ami még a korlátozáshoz tartozik, hogy egy látogató egyszerre 30 percet tartózkodhat az intézménybe. Minden belépőnek fertőtlenítésen és lázmérésen kell átesnie, és kötelezően szájmaszkot kell majd viselnie. Részlegesen feloldották a 2020. március 8 óta fennálló látogatási tilalmat a Paksi Életfa idősek otthonában is. 2,5 hónap eltelte után a higiénés szabályok fokozott betartása mellett már a héten találkozhatnak szeretteikkel az idősbent lakók. Én azt gondolom, hogy sikeres volt a védekezés az Életfa idősek otthona tekintetében, hiszen ez már köztudomású, hogy hála Istennek nem volt pozitív eset az Életfa idősek otthonában, illetve még gyanús eset sem volt. Ezért közösen én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtettünk. Látogatásra csak az előzetes telefonon történt egyeztetést követően van lehetőség, kizárólag a közeli hozzátartozóknak. Pakson újra megnyitott a turisztikai információs iroda, bár még csak ideiglenes helyen. A Turistinfo iroda véglegesnek szánt helye a bazársoron lesz. Az üzletben elérhetők a városi és térségi többnyelvű kiadványok, térképek, a Paksról megjelent könyvek, valamint újdonságként a város logójával ellátott ajándéktárgyak is. Újra megnyitott a turisztikai információs iroda Pakson a Szent István téren. A hely kiválasztásánál a törekvés az volt, hogy az iroda az óvárosban, a történelmi városközpontban maradjon. Az önkormányzat megvásárolta itt a szomszédságban található bazársoron 3 üzlethelyiséget,
és majd ott szeretnénk a végleges helyét kialakítani a turisztikai információs irodának, átmenetileg pedig itt kap helyet az iroda. Paks már a két világháború között felkapott turisztikai hely volt. Egy akkor megjelent kiadvány kiránduló, üdülő, szórakozó helyként emlegeti a kisvárost. Csábította Pestről, meg vidékről is az embereket a túlsó félen lévő bársonyos homokstrand, ezen a felén pedig volt itt a gesztenye sor alatt egy kétmedencés kosaras uszoda 1926-tól, ami szintén a nyáron egy üdülőhelyként funkcionált a helyieknek. Itt a városközpontban pedig még Rosenbaum Ignác könyvkereskedő egy könyvtárat is működtetett. Az iroda célja megszólítani minden korosztályt, megismertetni a város szépségeit a turistákkal és a helyiekkel. Ezt a feladatot a turisztikai városmarketing és kommunikációs csoporttal közösen végzik el. Ezentúl szeretnék elérni, hogy a város, illetve az iroda hivatal oldalai új lendületet kapjanak. Regionális híreink következnek. Nem változtak számottevően az árak a Baranya megyei ingatlanpiacon, új technológiával is bejárhatók a lakások. Kihasználták az idős férfi hiszékenységét, háromszor lopták meg a sértettet az elkövetők. A zöld területtel vagy legalább erkéllyel rendelkező lakások, házak iránt nőtt a kereslet leginkább Pécsett, mondta az egyik ingatlan közvetítő iroda vezetője. Szilas Pál kiemelte, a járványügyi helyzet miatt azonban az ilyen családi házak és lakások árai nem változtak. Ezzel szemben például Egyetemvárosban és Kertvárosban már olcsóbban kínálnak ingatlanokat, mint néhány héttel ezelőtt. A cég elindított egy új rendszert is, melynek segítségével otthonuk elhagyása nélkül járhatnak körbe az egyes ingatlanokban az érdeklődők. Sem a családi házak, sem a telkek árai nem változtak az elmúlt időszakban Pécsett, mondta stábunknak az egyik ingatlan értékesítő iroda vezetője. Szilas Pál kiemelte, ugyancsak stagnálnak azoknak a lakásoknak a vételárai is, melyekhez zöld terület tartozik. A veszélyhelyzet miatt azonban a befektetési célú lakások, például Egyetemvárosban és Kertvárosban, már olcsóbbak, mint néhány héttel ezelőtt. Májusban már nőtt a kereslet a pécsi ingatlanok iránt, az érdeklődők kifejezetten a nagyobb tereket keresik, legyen szó lakásról vagy házról, mondja a szakember. A lakásokra, azokra a típusú lakásokra, ahol teraszok vagy zöld udvarkert tartozik hozzá, megnőtt a kereslet, illetve a családi házak iránt és az olyan kis telkeken lévő családi házakra, amik az emberek fel tudnak használni szabadidős tevékenységekre. Azon kívül sajnos a panelnak az ára ugye csökkentek, mivel ugye ezek a típusú lakások nem rendelkeznek az erkélyeken kívül nagyobb terasszal vagy zöld területtel. Éppen a járványügyi veszélyhelyzet okán indult el a cégnél egy új szolgáltatás, melynek segítségével otthonuk kényelméből járhatnak körbe bizonyos ingatlanokat az érdeklődők. Nemrég ugyanis már háromdimenziós sétára is lehetőség nyílt azoknál a hirdetéseknél, ahol ezt a tulajdonos elkészítette. Mint egy kicsit ilyen számítógépes bejárós játékban. Aminek egyik része, hogy 3D-ben látható az alaprajz is, ami messziről megtekinthető, így jobban meg tudják ismerni a tulajdonosok, vagy jövendőbeli tulajdonosok, hogy milyen ingatlan tudnak venni, és azon kívül meg ugye minden pontját be lehet járni ezeknek az ingatlanoknak, vagy a családi házaknak is, vagy akár a lakásoknak. A technológia viszonylag egyszerű, az ingatlan közvetítő munkatársai 360 fokos kamerákkal készítenek képeket a lakásról, házról, amit egy program illeszt össze. Így teljesen körbejárható az épület kívül és belül. Egy 3D kamera be van állítva, hogy azokra a pontokra, hogy rá tudok kattintani, és akkor ott viszont teljesen körbe kameráz mindent, ugye alul fölül, és hogyha majd picit nézzük, akkor ez a kamera alja. A szakember azt mondja, az áprilisi leállás után májusban ugyan fellendült a piac, azonban a következő hetekben, hónapokban újabb visszaesésre számítanak. Szilas Pál hozzátette, a későbbiekben a kiadó lakások tulajdonosai is bajban lehetnek, hiszen ha bevezetik az állandó távoktatást, az egyetemisták nem jönnek vissza korábbi albérletükbe. Pontos adatokat azonban csak később látnak majd az elemzők. Háromszor hitt a tolvajoknak, háromszor lopták meg azt az idős pécsi férfit, akit tavaly áprilisban kerestek fel az elkövetők. A 93 éves sértett segíteni akart, ezért engedte be a lakásba előbb a fiatalabb, majd később az idősebb nőt. Közel 1 millió forintja bánta a hiszékenységét. Az ügyészség a napokban emelt vádat az esettel kapcsolatban.
Ebben az egyetem közeli utcában csöngetett be a 93 éves sértetthez a 19 éves nő azzal, hogy diák és albérletet keres. Az idős férfi, bár nem volt kiadó szobája, segíteni akart és behívta. Az étkezőben ültette le, míg a konyhába ment papírért és szeruzáért, hogy leírják, mit szeretne a nő, amit kitesznek a lépcsőházba. Az étkezőben volt a sértett pénztárcája, amelyből a nő 11 ezer forintot elvett ez alatt. Másnap azonban felhívta a bácsit, elismerve a lopást. Megbánta és hajlandó visszafizetni. Ezért még aznap ismételten megjelent a lakásban, bement az idős férfihez, a pénzt átadta, és miközben telefonálást színlelt, az alatt megnézte, kifigyelte, hogy az idős bácsi hova teszi a megtakarított pénzét. Ekkor kihasználta, hogy a sértett nem figyel oda, ezért a megtakarított pénzből 600 ezer forintot ellopott. Néhány hét múlva újra telefonált, megint megbánás színlelve. Azt ígérte, hogy az édesanyja visszaviszi az ellopott pénz felét. Az idős férfi hitt neki, és az anyját beengedte a lakásba másnap. A nő rosszul létre panaszkodott, vizet kért, és még a bácsi ezt teljesítette, a maradék pénzét is elvette. Így összesen 900 ezer forintot loptak el a lányával együtt. A cselekményük a kifosztás büntetének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. Kifosztás és nem lopás, mert koránál fogva védekezésre képtelen személy ellen követték el. A 43 éves anya és 20 éves lánya ellen az ügyészség a járványügyi helyzet miatt bevezetett új jogszabály alapján tárgyalás mellőzésével büntető végzés meghozatalára tett indítványt a bíróság felé. A higiéniai szabályok betartásával rendezték meg szombaton a SopiaNet szlalomversenyt. Az egésznapos megmérettetésen 10 kategóriában versenyeztek a pilóták. Az idei első szlalomversenyre több mint 100 nevezés érkezett. Rép Fannit eddig kézilabda mérkőzéseken láthatta a közönség, most azonban egészen új oldalát mutatta meg. A kozármislenyi nevelésű játékos, testvére Rép Krisztián navigátora. Építjük most, az elmúlt egy évben került úgy, hogy most akkor nekiállunk, hogy egy Rally 3-as autó legyen belőle. Hát szeretnénk majd indulni vele, hát majd kiderül, hogy mi sikerül. A szlalomversenyek mindig népszerűek a pilóták körében, hiszen technikás pályán tesztelhetik gépeiket. A szlalombajnokság első fordulóján a versenyzők 10 kategóriában mutatták be tudásukat. Végre szlalomverseny van, ez az első fordulója mind a mi bajnokságnak, mind a Dunántúli szlalomkupának. Hát és ki volt éhezve mindenki már erre a versenyre, ez bizonyítja azt, hogy 108 nevező érkezett hozzánk, körülbelül 105-en el is rajtoltak, jó az idő, sok a néző, jó a hangulat, úgyhogy minden adott egy jó versenyhez. A szervezők hosszabb, gyors és technikás pályát jelöltek ki az első futamon. Volt szerintem egy kicsit gyors a szlalomhoz képest, de hát legalább lesz egy kis tempó, igyekszünk, következő jobb lesz. A következő szlalomfutamot augusztus 29-ére tervezik, de a helyszín még meglepetés. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Veszélyben Szekszárd fejlődése. A Fidesz frakció szerint az éjjel Szekszárd minden fejlesztést megtámad. Szétverte a barátja fejét. Kedden tárgyaltak először a brutális bátai gyilkosság ügyében. Táborok. A szervezők készülnek a tábornyitásra. Még mindig nem elég a csapadék, szélsőséges időjárás okoz gondot a mezőgazdaságban. Szerdán is marad a füllett, labilis időjárás, a napos és felhős időszakok váltakozása, de alkalmanként kis körzeteket érintő záporokkal, zivatargócokkal. Délután felhőszakadás, átmeneti jégesővel kísért heves zivatarok is kialakulhatnak. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!